that I'm seeing now on this moment there will be some changes, that's sure. Az egyetlen dolog, amit látok most, hogy biztosan lesznek változások. Van előttünk még egy edzés, azon fogom látni, ki az, aki készen áll a holnapi mérkőzésre. Nyilvánvalóan kísérletezni fogunk. Ezek a meccsek arra valók, hogy kísérletezzünk. Az edzéseken mindenki rendkívül lelkes és fegyelmezett volt. Ha ezt a lelkesedést és fegyelmezettséget át tudjuk vinni a mérkőzésre, akkor már nyert ügyünk van. A legfontosabb, hogy kiszűrjük a hibákat. Láttam, mielőtt a szöglet utáni gólt kaptuk, hárman is 70 méteres sprintet vágtak le. Ez az az akarás, amit szeretek. Hogy őszinte legyek, tudom, a játék nem volt jó, de próbáltak visszajönni, és ez pozitívum. A holnapi mérkőzés az tényleg egy ilyen utolsó lehetőség a csapatnak, hogy a szurkolókat egy kicsit magunkra állítsuk. Úgy gondolom, hogy minden játékosnak jót tenne a győzelem és a jó játék, hogy tényleg egy kicsit visszajöjjön a hitünk, hogy tudunk győzni. Úgy gondolom, hogy ez nem egy barátságos mérkőzés lesz nekünk, hanem mindent bele fogunk adni, hogy tényleg megverjük a skótokat, és ez mind a csapatnak, mind a szurkolóknak szerintem egy nagyon jó lépés lenne előre. Jelen pillanatban nálunk most nincsen barátságos mérkőzés, úgy kell erre tekintenünk, hogy ez egy olyan lehetőség számunkra, hogy a szurkolóinkat, ahogy említette a Szilveszter is, magunk meg állítsuk újra. Ezek a barátságos mérkőzések arra lesznek jók, hogy megnyerjük remélhetőleg, és újra magunk meg állítsuk őket. Ez szerintem most a legfőbb cél, és természetesen az, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akik akár ilyen helyzetben is helytállnak, és tudnak jó játékot produkálni. The players were very down, it's logical. A játékosok nagyon maguk alatt voltak, ez mondjuk érthető. De a szívük a helyén van. Ha erre fektetjük a hangsúlyt, akkor igenis tudunk előrébb jutni és magasabb szintre lépni. Közben pedig figyeljük a jövő nemzedékét, tegnap az U17-es válogatottat, ma pedig az U21-eseket. Remélem 2-3 játékos meg fogja magát mutatni. Új nap, új mérkőzés, egy nagyon jó skót válogatott ellen. Az elmúlt időszakban általában előre vágták a labdát és futottak utána. Manapság sokkal inkább kombinatív, rövid passzos játékot próbálnak játszani. Főleg a bal oldalukon, ahol ott van Robertson, aki a Liverpoolban játszik. Vannak olyan játékosok, akik nincsenek most itt, de az ajtó előttük is nyitva áll. Nem a legjobb 11-et keressük, hanem a legjobb keretet.